Szombaton még dübörögtek a zenekarok, ma pedig már csak az összegyűjtött szemétkupacok jelzik, hogy 3 napig több ezer ember bulizott Torfűn. Hétfő kora délutánra már nem csak a fesztivál helyszínét, az egész települést teljesen kitakarították. Becslések szerint nagyjából 5-ször annyi vendég volt a hétvégén, mint amennyi a település lakosainak a száma. Ebben az étteremben például egymást érték a vendégek a fesztivál ideje alatt. Voltak olyanok, akiket el is kellett küldeniük, mert nem tudták leültetni őket. De péntek, szombat, illetve vasárnap déli órákban annyira gyorsan forogtak az asztalok az étteremben, hogy szinte lehetetlen volt leültetni bárkit is, mert mikor az egyik vendég fölállt, már ült rá a következő, és ez így este 8-ig így elhúzódott, sőt a hétvégén napon pedig 11-ig. Dolgoztunk. Nem csak a vendéglátóhelyek, a szállások is már napokkal a fesztivál előtt megteltek, így a környező településekre kellett átirányítani a vendégeket. A polgármester azt mondja, évek óta nagyon nagy turisztikai vonzerőt jelent a fesztivál. Sokat jelent a településnek. A fishing előtt egy hónappal már nem lehetett szobát foglalni, tehát a szállásadóink útja jól ment, ha lehet így mondani. Mindenki, aki a turizmushoz kapcsolódik, komoly bevétele van a Fishing Norfiből. A vendéglátó tulajdonosok azt mondják, egy ilyen rendezvény pótolja a téli holt szezon kiesését, ehhez hasonlókra lenne szükség ahhoz, hogy életben tudjanak maradni. Így van. Ez mindig így kéne. Jó példa volt erre az EFOT, ami 2 évvel ezelőtt volt, mert akkor is ugyanezt tapasztalható, a TDM irodal felmérését készített, és valami elképesztő mértékű emelkedés volt azon az egy héten, amikor itt volt az EFOT. Az előzetes adatok alapján az 5. Fishingon Orfűn több mint 5000 vendég fesztiválozott 3 napig a Baranyai üdülőtelepülésen.